Újra a vasúti közlekedésé lehet a főszerep, pedig megbízhatósága és nagy áruszállítási kapacitása ellenére az elmúlt évtizedekben a háttérbe szorult. Szakemberek mondták el, hogy a vasút a reneszánszát éli, a múlt éve pedig a vasút Európába, tehát Európában a vasút éve volt hivatalosan is, és egyre inkább minden a vasút irányába fogja visszaterelni a forgalmat, nem csak azért, mert a vasút a legbiztonságosabb közlekedési mód, hanem a globális felmelegedés kapcsán a környezetvédelem is egyre nagyobb szerepet játszik a jelenlegi életünkbe, és ennek kapcsán a vasútra is elmondható, mint közlekedési ágazatról, hogy a legzöldebb, a legenergiahatékonyabb, a legkevésbé szennyezi a környezetet, ami a föld megmentése szempontjából elkerülhetetlen. A világ vezető hatalmai, és ehhez csatlakozva Magyarország illetékes döntéshozói és egy bizonyos klíma egyezmény kötöttek, megjelent Magyarországon is egy klímarendelet. Ennek a lényege, hogy 2030-ig Magyarországon a jelenlegi közúti közlekedés forgalmának a 30%-át fogják a vasútra terelni, személy- és áruszállításról beszélünk. A 2050-re pedig az 50%-át fogják a vasútra terelni. Ez egyfajta elvárás, és ezt minisztériumi szinten már megerősítették, és ennek van leírt dolga, és ez a klímarendeletben ez így jelent meg. Ehhez az kellett, hogy az illetékes tulajdonosaink belátták azt, hogy a környezetvédelmi előírásokat, amit világviszonylatban hoztak, nem lehet a vasút megkerülése nélkül teljesíteni, a vasútat fejleszteni kell, és ehhez a plusz 30 vagy 50%-hoz, amit említettem, az imént 2030, illetőleg 2050-ig, az kell, hogy a vasútat infrastruktúrálisan megerősítsék. A jelenleg a flottához tartozó kocsik, vagonok és mozdonyok egy része már elavult és korszerűtlen. Ezek cseréje több ütemben várható, mert igen költségesek. Több mozdony, több motorkocsi, több személy- és áruszállításra alkalmas járművet szerezzenek be, és ezeknek a beruházásoknak, ezeknek a fejlesztéseknek a forrás szükséglete az 1000 milliárdokban mérhető. Ezeknek már tapasztaljuk a jeleit. Több 10, körülbelül 50 motorvonat jelent már meg a MÁV vonalain, akár emeletes motorvonatok is, és ez főként a főváros és a Balaton vonatkozásban jelent nagy lehetőséget, amikor egy dupla motorvonattal, emeletes motorvonattal, klimatizált motorvonattal, egy emeltszintű szolgáltatással egyszerre 1000-1200 utast tudunk szállítani. Tehát abszolút 21. századi szolgáltatási színvonalat tudunk teljesíteni. Az utóbbi 20-25 évben visszaszorult a vasúti közlekedés, és addigi uralmát a közúti személy- és áruszállítás vette át. A vasút az ugye egy állami tulajdonú cég, és ez sohasem önmagában nézve sohasem termel nyereséget. Tehát jelentős állami támogatásra van szükség ahhoz, hogy ezt a sok-sok korszerű motorvonatot, korszerű mozdonyt be tudjuk szerezni, vagy a pályákat fel tudjuk újítani. Ez nem csak Magyarországon van így, ez a világ minden pontján van így, és hogyha az illetékes döntéshozóink úgy látják, hogy szükség van a vasútra, szükség van arra, hogy ezt a szolgáltatást kell fejleszteni, mert a környezetvédelmi előírásokat például csak így lehet betartani, akkor igenis olyan döntéseket kell hozni, ami a vasúti infrastruktúrát, akár a pályát, akár a járműveket illetően komoly beruházási forrásokat igényel. Tehát ahhoz, hogy környezetvédelmi előírásokat be tudjuk tartani, dízelmozdonyokat lehet, hogy 2050-ig teljes mértékben le kell csökkenteni, viszont ahhoz, hogy ki tudjuk őket cserélni, akár villanymozdonyra, akkor több villanymozdony kell, ahhoz, hogy mindenhol tudjon közlekedni a villanymozdony, villamosítani kell a vonalakat, vagy ha nem villamosítjuk, akkor vannak ezek a vegyes működtetési hibrid motorvonatok, ahol a villamosított szakaszon a villanyáramot hasznosítja, ott feltölti az akkumulátorait, eltárolja, és akkor ott azon a szakaszon, azon az 50 kilométeren mondjuk, ahol nincsen felső vezeték, tehát nincsen villamos ellátás, amiből tudna környezetkímélő módon energiát kapni, ott a felhalmozódott tároló egységekből ezt az energiát előveszi, hasznosítja, és akkor ez a dolog, ez így tud folytatódni.
De mindenképp szükség van az állami támogatásra ehhez, de még egyszer, ez nem csak Magyarországon van így, ez mindenhol így van. A jövőben tehát újra felvirágozhat a vasút, melynek a környezetvédelem szempontjából kiemelkedően fontos szerepet szánnak.